Boldogasszony ünnepét tartjuk a mai napon. Ilyenkor ugye a templomokban vasárnapi miseren van, kötelező, parancsolt ünnep ez minden katolikus embernek. Mit is ünneplünk ezen a napon? Ugye, ahogy mondtad is, Nagy Boldogasszony ünnepe van, már eleve az elnevezés is érdekes, hiszen ez egy magyar sajátosság, hiszen a világ többi részén a katolikus egyházban a hivatalos elnevezés, persze nálunk is, Szűz Mária mennybe vétele. És így már rögtön meg is világítja, hogy mit ünneplünk, az a boldogságos szűzanyának nem csak a lelke, mint mindannyiunk ki a halál pillanatában, megjelenik az Isten előtt, és úgymond hozzá száll, hanem neki a teste is fölvétetett a mennybe. Az egyház mindig is különös tisztelettel volt szenteket megelőzően is a boldogságos szűzanya felé. És próbált az ő életének a titkát, hiszen a szűzanya élete egy nagy titok, minél jobban megérteni, teljesen soha nem fogjuk tudni, de minél jobban próbált az egyház a püspökeivel, a Szentlélek indítatására és vezetésével a szűzanya titkát bontogatni. Hát először 431-ben az efezusi zsinaton történt, amikor az Isten anyaságot mondták, hogy a Szűz Mária Krisztus Urunknak nem csak mint embernek, hanem ahogyan a Gábriel arkangyal üdvözlésében is benne volt, a magasságbeli Istennek lesz a fia, így Mária magasságbeli Isten gyermekének az édesanyja. Aztán jóval később 1854-ben, akkor pedig azt mondta ki hivatalosan az egyház, hogy a boldogságos szűz szeplőtelenül fogantatott, tehát Joakim és Annától, akkor megszületett, sőt már a fogantatás pillanatától teljesen bűn nélküli volt, hiszen Krisztus Urunkhoz, az Isten fiához csak egy olyan földi hajlék, szív, méh, földi test volt méltó befogadni, amely maga is teljesen bűntelen. És 1950-ben pedig 12. Pius pápa mondta ki dogmaként ünnepélyesen, hogy a Szűz Mária testestől, lelkestől a mennybe vétetett, ezt ünnepeljük. Nagy boldogasszonykor a mai napon. És a hirdetés szövegében benne áll, hogy ez volt méltó egyedül a szűzanyához, aki életében annyira szorosan kötődött fiához, Krisztushoz, hiszen tulajdonképpen ő volt az első keresztény és az első tanítvány, a szűzanya. Csak az a méltó, hogy a kéteivel szoptatta, szavaival nevelte, hogy mellette maradjon a föld élet elmúltával is. Mindannyiunk egyszer testestől fel fogunk támadni majd az idők végén, majd ha megszűnik az anyagi világ, de a boldogságos szűzanya kiváltsága volt, hogy még az első században már ő akkor testestől is föltámadt, tehát az ő holtteste, a szabad mondani, nincsen itt a földön, hanem ahogyan a nép elképzeli, jámboran angyalok vitték föl a mennybe, és ennek rengeteg ugye képi ábrázolása is van. Máriát és ezt a napot Szent István is nagy tiszteletben tartotta. Ő ebbe a történetbe hogyan kapcsolódik bele? Szent István augusztus 15-én szokott évről évre tanácsot tartani, ítélkezni Székesfehérvárot. Tehát erre a napra hívta össze az embereket, amikor igazságot tett. Aztán a legenda, a hagyomány szerint az idős király 1038-ban ezen a napon, augusztus 15-én ajánlotta föl Magyarországot a szűzanyának, hiszen Otto és Henrik, tehát Szent Imre fiatalban elhunyt, nem volt trónörökös, és az idős király Szent István tudta, hogy itt trónviszályok fognak következni és keletkezni. És ezért biztos pontnak a szűzanyát választotta és találta, és mintegy fölajánlotta neki Magyarországot, ő oltalmaz, ő védelmezze, és a koronát, ahogyan nagyon sok ábrázoláson látható, vagy szobron, fölajánlja a szűzanyának, fölemel, és ezzel, mint egy tálcán, vagy díszpárnán Magyarországot ajánlja föl. Ezért nevezzük Magyarországot Mária országának, Regnum Marianumnak, ami egyedülálló. Most már több országot neveznek ki, de mi voltunk az elsők, és ténylegesen a szűzanya oltalmaz minket. A Kárpát-medencét, Magyarországot járva rengeteg szobrot és festményt találunk, amikor a szűzanya vagy egyedül, vagy az Úr Jézus alakarjában a Szent Istvánnak tulajdonított szent koronával a fején trónol és uralkodik fölöttünk. És talán még az is érdekes, hogy Szent István is augusztus 15-én hunyt el ezen a napon. Igen, tehát valószínűleg azért mennyire kötődött Szűz Máriához, megadatott neki, hogy azon a napon, amelyen mi a szűzanya mennybe vételét ünnepeljük, ugye nyilván nem tudhatjuk pontosan, melyik napon történt, de Szent István ezen a napon halt meg, és jelent meg a lelke az Úr előtt.